megérkezett a fellépő csapatunk. Róluk annyit kell tudni, hogy a vezetőjük Ágika valamikor a Piros Iskola tanulója volt, és hát azóta szegény nagyon elkanyarodott a Piros Iskolától, elvégezte a tanítóképzőt, és körülbelül 20 éve a Jaffa zenekarnak a tagja. Voltak többen is, vannak kevesebben is, most hárman itt vannak, a többit majd ők mondják el magukról. Azt kell tudni még Ágiról, hogy egy új klub alakult a Pannon Nyugdíjas Egyesületbe, méghozzá a Szent László énekkar és zenekar. Ők a gyirgótiak, és ott a templomban énekelnek. Most már egyre több fellépésük van, és az, aki eljön hozzánk negyedikén Győrújbarátra, akkor lesz a megyei gálánk, 12 órától délután 3-ig. Meghallgathatja őket, és orgona kísérettel milyen szépen tudnak énekelni. De hát ezen a csodálatos napon, ahol Erzsébeteket, Katalinokat, Gyolánokat ünnepelünk, mert ugye az 19-én van, én átadnám nekik a szót, és az a, hogy mondjam, aki szokott bárt meg bulit szervezni, vagy falunapot otthon, nálam a négy-egy kártyájukból kaphat, és lehet őket hívni, mert már nagyon sok helyen fölléptek. Én mindenkinek jó szórakozást kívánok. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi vagyunk a Jaffa Sláger csoport, és nagyon szépen köszönjük Zita néninek a felkonferálást. Annyit kell rólunk tudni, hogy mi már 2005 óta járunk különböző rendezvényekre, ezek falunapok, nyugdíjas napok, mindenféle céges rendezvény, és olyan magyar slágereket énekelünk, amiket mindenki ismer. Egészen a 60-as, 70-es évektől napjaink slágereig. Olyan dalok ezek, amiket mindenki ismer és szeret, és hát próbáljuk mindig az adott közönségnek az életkorához igazítani ezeknek a daloknak az összeállítását. És hát ahogy látom, itt 20 pluszosok vannak, úgyhogy nagyon klassz kis dalokkal készültünk. Táncolós, éneklős, és nagyon reméljük, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Egyébként, ha hiszik, ha nem, a legeslegelső fellépésünk az egy nyugdíjas, klubos fellépés volt még Kajár Pécen 2005-ben, szóval innét datálódik a mi útunk. És hát igen, ahogy elmondták, voltunk már 6-7 az elején, és most már egy 5-6 éve így hárman járjuk ezeket a különböző rendezvényeket, és egyikünk sem képzett énekes. Viszont nagyon szeretünk énekelni, és reméljük, hogy egy kicsit azért tudunk is, úgyhogy önök jól érezzék magukat. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele, és aztán... Yeah.
egész kimenegettem, itt nagyon nehéz ezen a csúszós parketten táncolni, úgyhogy majd vigyázzanak. Látom, nagyon sok táncos lábú vendég van itt. Most megvárjuk, amíg lecsücsülnek. Jó estét kívánunk! Egy olyan együttesnek a dala fog most következni, akik szerintem nagyon megosztók. Az én szüleim mondjuk nagyon kedvelik őket, de tudom, hogy őket a vagy szeretik, vagy nem kategóriába szokták sorolni. És hát biztosan tudni fogják, mert egy nagyon ikonikus énekes van ennek az együttesnek. Ez egy férfi, akinek ilyen hatalmas szakálla van és óriási kalapban szokott lenni felállni. Apostol együttes, igaz? Bizonyám. Hoztam egy apostoldalt, nagyon remélem, hogy önök a szeretjük kategóriába tartoznak. Szóljon az eladó kiadó. Képességei vannak. Nem egyszerűen a
főleg a hölgyek gondolatát kitalálni, ugye? Mindig azt mondja, Istenem, egyszer nő lennék, aztán tudnám, hogy mi is jár a fejükbe. Hát szerintem ezért született ez a dal. Na hallgassuk meg, hogy is van. Csinálok a
Szuper! Megcsináltuk a töltsért. Igaz? Ezen keresztül már sokkal könnyebb valami folyékonyat lejuttatni, hogy még jobb legyen a kedvünk, igaz? Most a következő dal az egy nagyon ikonikus férfi előadó dala, ki nem más, mint Máté Péter. Ő az én nagy kedvencem, és nagyon szeretem az ő dalait, mert azt gondolom, hogy ezeknek a daloknak még a mai napon is van mondani valója, igaz? És hát fogadjanak sok szeretettel most egy darabot az én szívemből.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Lehet, hogy te mersz repülőre lépni? Én merek. Ági nem mer, én merek. És mit szólnának, ha most felülnénk együtt? Jó? Akkor csak én a háttérben leszek, jó? Mert én nagyon fiam. Jó. Egy-két dolgot a következő darról azért szeretnék megosztani önökkel, ezek személyes dolgok, ezeket mi szeretjük elmondani, mert azt hiszem, hogy így közelebb kerülünk a közönségünkhöz. Az én nagymamám már sajnos nem él, de neki nagy kedvence volt Korda György. És emlékszem, amikor gyerek voltam, egy csomó kazetta volt otthon, és a mama mindig nagyon hallgatta Gyuri bácsit. És akkor én elkértem tőle egy kazettát, még ugye volt ilyen Walkman, amit ugye most már a mi gyerekeim nem is tudják, hogy micsoda. És amíg mentem az iskolába, én mindig ezt a dalt hallgattam, mert nekem ezt tetszett a leginkább arról a kazettáról. És mondtam a lányoknak, hogy mit szólnátok, hogyha én ezt elénekelném? És azt mondták a csajok, hogy figyelj Barbi, ezt senki nem ismeri. Hogy a Gyuri bácsinak olyan ismert dalai vannak, ez nem pont azok közé tartozik. És én mondtam, hogy na nem baj, azért én megpróbálom, és hát ha. És aztán jött egy Sziget Fesztivál, és Gyuri bácsi ott fellépett, elénekelte ezt a dalt, és most már szerintem nincs olyan ember, aki ezt ne ismerni. És ez a dal a reptér. Úgyhogy jöjjön most a reptér.
szépen! És akkor most így a vége felé közelebben következne egy kis stílusváltás, elvinnék önöket Budapestre, a Régi Máriához, a Stefániára, énekeljék vele mindenképpen!
Köszönjük szépen, köszönöm a másoknak, nagyon ügyesek. Köszönjük szépen. Azért még van egy alatalsó úgy. Bizonyám, olyan gyorsan elröppent ez a rövid kis idő. És hát fantasztikus közönségünk van, mit gondoltok? Énekelni, táncolni is tudnak. Én nagyon izgulok. Nagyon izgulsz? Igen. Hát akkor tudod, mi van hátra már csak. Tudom, hogy a vége van hátra, de ha jó a közönség, akkor nagyon izgulok, és most nagyon izgulok. Hát akkor lazíts egy kicsit. Megpróbáljuk, hogy a végére lelazítani, jó? Próbáljuk meg, aki esetleg feszült, most egy picit. Találkozunk máskor is a viszontlátásra.